Köszöntöm nézőinket, Önök a Székely magazint látják. Főbb témáink néhány mondatban. Imádság és szeretet, Anna néni 101 éves. Székely varrott a sok bonyhádon. Különleges kopjafát készítettek a Völgységi Székely közösség tagjai. Teveli Székelykör, a cél a hagyományápolás és a kultúra továbbadása. Szeptember 3-án töltötte be 101. életévét Pap Lajosné Faluközi Anna. Bonyhád Majoson él, és a mai napig tevékeny. Szívesen süt, és a háztartást is rendben tartja. Családja, az emberek szeretete, erős hite és imái egyaránt segítették hosszú élete során. Anna néni legalábbis ezt vallja. 101. életévét töltötte be szeptemberben Pap Lajosné Anna néni. A mai napig süt, főz, a család táplálása, a szeretteiről való gondoskodás magától értetődő feladat számára. Minket is forgácsfánkkal várt, de már a konyhaasztalon pihentek a hajnalban megsütött mézes lapok is. Ahogy a család nőtt, én mindig tudtam, hogy mindig többet kell főzni, sütni. A kisebbik fiam nekem mindig takarított. Szombaton, vagy pénteken, hogy én tudjak sütni. Vasárnapra, olyan vasárnap nem volt, hogy ne legyen rút, s mákot termeltünk, így 40 kiló mákot termeltünk. Eladni is jutott, s itt volt, a tészta nem látszott a máktól, nem unatkozott, ne fél. Olyan rudakot a nagy tepsibe. Megsüttem, úgy szerették, édes jó Istenem, úgy örültem, mikor körülültük az asztalt, úgy tudtunk örülni, és mondtam egyszer Lajosnak, hogy no Lajoska, ugye most meg lehetünk elégedve, mikor egy gyermek körülülte az asztalt. Édes jó Istenem! Majosi otthonának falát családi fotók, régi emlékek, szentképek, feszületek díszítik. S valóban, miközben Anna néni mesél, szavaiból, mosolygós derűjéből kitűnik, hogy egész életében két dolog volt számára fontos, a jóisten és a család. A gyermekek voltak, s letérgyepelte ide, így, sorba. Jóska fiam az emlegette. Anyám azt mondja, máig nem akart letérgyepelni, azt mondja, a pálcacskával, azt mondja, ott a hátulról. Igen, voltam, máig nem akart letérgyepelni, de hát utána letérgyepeltek, öten s úgy imádkoztak. Én úgy megtanítottam őket, de máma nem az a világban, nem. Sajnos akkor átfordult az én fiatal korom óta, mint az ég s a föld. Akkor átfordult a világ. Igen. Bukovinában született, 9 voltak testvérek. A gyermek Anna ugyan apró termetű kislány, de 10 évesen már kapálni, gyomlálni jár, kerti munkákat végez. Mégsem csak a fáradtságos munkára emlékszik vissza ebből az időből, hanem arra is, amikor édesanyja a mezőn szedett csiperkegombából, vagy ahogyan ő mondja, csipirkából készített ételt. Bukovina azért volt szép. Már ott olyan más levegő volt, más. Vagy talán lát azért, hogy én megöregedtem, vagy ott hegyek voltak, sok hegy körbe, erdők, fák, nagyok. Volt Pelesén, a testvéremmel mentünk oda csipirkát szedni. És akkor szedtünk ilyen zacskóval, és akkor hazavittük, és anyám jól megcsinál, megpucoltam, megmosta, mit tudom én, rendesen megcsinálta ételnek, s tojást elüttes, és jól felvertes rea, és egy jó nagy málét melléjes. Úgy laktunk, ne fél, hogy a hasunk félreállott. Amikor kitört a háború, a család a Bácskába került. A magyar kormány hozott minket, nem menekültünk onnan, minden
A szövőszéktől kezdve mindent árhoztunk, a világon mindent. Vagonokat adtak két családnak, kinek mennyie volt, mindenféle befért. Itt ülték meg a lakodalmat is Lajossal, aki először még Anna testvérének, Rózsinak udvarolt. Nagyon szerette Lajos is, Lajos az uram, és nagyon szerette, és akkor Istenem, és mégis meg kellett halljon. És tudod, mit mondott nekem a halálos ágyán? Azt, hogy Anna, ha az a legény Lajos akar Hezdád járni, már nem mondtuk, az udvarlás nem ismertük, hogy mi az. Azt mondja, Hezdád járni akarna, akkor te fogadd el, mert az erős jó legény. Olyan szépen vezetgette minden, de tudta, hogy beteg. De hát már jól volt, de fiam, bácskában nem volt még az a tudomány, hogy a tüdőgyulladást helyrehozzák, hanem fejlődött neki. És bácskában 42-ben meghalt. Lajos jött, beszélgettünk, és akkor én nem mondtam meg neki, hogy mit mondott Rózsi, hogy fogadja meg valami. És akkor úgy eztel jöttünk szépen, úgy sétálva minden. Egyszer ketten sétálunk, senki nem volt sehol, és akkor ezt egyeztünk ketten. Ott a járdán sétáltunk, és ezt egyeztünk. Menjünk, iratkozzunk be a papnál. Beiratkoztunk, és akkor hazamentünk anyám, és mondjuk anya, beiratkoztunk. Jövő vasárnap kihirdetnek, és után, de katona volt közben, a katona volt. És akkor jaj, Istenem, mit csináltatok? Tudjátok ti, hogy mit csináltok? Hát azt mondja Lajos is, hát én is mondtam, hát nem tudjuk, de majd meg tudjuk. És akkor na jó, kihirdettek, megesküdtünk, jó nagy lagzi, akkor nem volt szabad, szombaton nem esküdtek, szombaton csak vasárnap. Vasárnap megesküdtünk, édesfiam, és hétfőn reggel elvitték ki a frontra, ez volt 43. október 24-25-én elvitték, hozzájött 45. szeptember 8-án. Négy fiúkat és egy lányukat házasították ki, akik 14 unokával, 20 dédunokával és 2 ükunokával ajándékozták meg a családot. Pedig 20 éves korában házassága elején még úgy tűnt, talán nem is lehet gyermekük. Annát 1946-ban operálták meg. A falu orvosa, a felesége az operált meg engem. Utolsókán ettől kezdve minden, gyóntottam minden, el voltam készítve, felöltöztettem magam inkba, slájbiba, és akkor al volt csak szoknya, hogy nem kell rakott szoknya, vagy valami, és hogyha meghalok, akkor így temessenek el, ne kössenek kendőt, se semmit, mert olyan szép hosszú fekete hajam volt. 1947-ben adott életet első gyermekének. A keresztelőn voltak vagy 20-an. Már ugye gondoltuk, lát, hogy nem lesz több gyermek, és akkor legyen jó sok kománk. És akkor ott volt az orvos, ott volt a pap, papnak az anyja, az orvos felesége, ezek mind ott voltak, és akkor a székelyek. Erdélyből is voltak sokan. 56-ban volt az utolsó, aki megszületett, ő az, és akkor
mondom, 9 év alatt 4 fiam, egy leányom, valahogy megakadt egy leányka, mondtam a közön. De jó, de hogy örültünk, édes jó Istenem, hogy tudtunk örülni? Olyan szép életem volt. Én azt hiszem, hogyha nem lett volna ilyen jó emberem, lehet nem értem volna ilyen sokáig. De most 18 éve fiam elmúlott, hogy elment, és egyedül vagyok itt hátul. Egyedül. Egyedül. De bár sose nem panaszkodok, ritkán panaszkodok, mikor már nem bírok valamit, fájdalmat vagy valamit, akkor kezdek panaszkodni. És tudod, fiam, mi a legfontosabb a világon? A szeretet és az egészség. Hogy szeressék. Van, még olyan család is van, aki talán nem is tudom. Nem is tudom, hogy szét vannak húzva minden. De én hál' Istennek, nekem azt mondták, a svábok mondták itt a faluba, hogy ilyen család nincs, mint a pap család. Mert Anna néni úgy összetartja őket, hogy mondtam is, mindig mondtam nekik, hogy szeressétek egymás, fiam, úgy, mint a testvérek, mert szeressétek, mert egy apátok, egy anyátok van. Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszeg füliléjom és rezedával. Kis nyíltak egyenként, el szeretném adni minden most mindjárt. Én megveszem virágodat, ha eladod, ha az árát te magad és nem sok hallod. Versenyfutás az árát, utca nézünk utána, de most mindjárt. Hertelendi falvi székely varrottasok készültek Bonyhádon. A vajdasági asszonyok a Völgység fővárosában vendégeskedtek. Ez a bukovinai székely varrottas, úgyhogy a székely varrottasnak a motivumát mutassuk be. Ez keresztszemes, de úgy csináljuk, hogy megcsinálunk egy keresztet, és akkor egy hosszú öltésvel a másik sorba két szálat, mert két szál menjen mindenfelé, hogy megkapjuk a keresztet. Hosszú szálval átölöltünk a felette való sorba, és akkor a hosszú szált lekössük egy egyszerű keresztvel. Ez az. Nem tudtam kivenni, hogy most melyik sor, hogy... Na most. Várjál. Igen. Na ezért az eredeti minták a könyvből, ha megvannak a lapok, az nagyon jó, mert abban látod, hogy a sor hogy menjen felfelé, lefelé, jobbra, balra, és mindig a mintának a hosszabbik sorába menjen a varrás. Mi a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületnek vagyunk a képviselői, ahol hát a guzsajos asszonyok, a kézimunkázók ennyi éven át megőrizték a hagyományos székely varrást, és azt próbáltuk most elhozni, mert itt ugyanazok a minták élnek, de inkább szövésben. És akkor most próbáljuk, hogy az érdeklődőket, hogy
megtanítani. Nem kell tanítani, ők tudják ezt csinálni, csak hogy az apró titkokat átadni, hogy azt hogy lehet, hogy olyan szépen nézzen ki, mert a kézimunkáinknak az a titka, hogy amennyire szép a minta a színin, ugyanolyan szép kell legyen a hátulján is. Úgyhogy hát most itt törekedünk, hogy ezt átadjuk. A mintáknak ugye megvan nekünk 36 minta van levéve a lapokba, de mindig ilyen módon varjuk, úgyhogy másképp nem varjuk. Ahogy az eleje, úgy a hátulja is szép kell legyen, sőt még mikor valaki ezt értesíteni akarja, akkor az a hátulját nézi, úgyhogy a hátulja is nagyon szép. Csomó nem szabad legyen, úgyhogy fent kezdjük és fent végezzük el a mintán, fent a tetején végezzük el a mintát, nem alatt. Bóg nem szabad legyen, nagy ötések alatt átszökések a minta alján nem szabad legyen az anyag alján, úgyhogy minden fent a mintába végződik el. Most akkor erre haladsz, erre haladok, igen, de jól nem? Fogom most? Igen, de most akkor vissza kell ide menj. Erre fele haladok, fogja, igen. Így, és akkor visszamegyek, és akkor onnan jövök. És akkor lesz a hosszú kereszt, igen. Hát én munkaviszonyban vagyok, nekem nagyon-nagyon sok idő kell, de aki otthon van, és aki pénzét csinálja, persze akkor a 10 óra hossza varrás naponta, hát egy nagy abroszra kell, egy 3 hónap, 4 hónap a mintától függ, a mintasűrűségétől függ, az abrosz hosszaságától függ, ugye, de az akarat, hogyha megvan, akkor éjjel-nappal varod, akkor az idő rövidebb. A bukovinai székely varrottas csak 3 színbe varjuk, a piros, a fekete és a kék, úgyhogy ezt így örököltük, és ezt így és folytassuk, és nálunk a székely Magyar Művelődős Egyesületben csak így varjuk, ahogy örököltük. Nem módosítottunk rajta, színeket nem adtunk hozzá, minden úgy, ahogy örököltük. Ezt tehát a bukovinai székelyeink, ugye, a Bukovinából így hozták az öregeink, és így folytattuk itt is tovább. Úgyhogy ez így volt Andrásfalván, mert Andrásfalviak vagyunk Hertelentfalván, úgyhogy ez így volt Andrásfalván, és így hozták magikval, és így folytassuk többet. És nem is hagyjuk, hogy a fiatalságnak se hagyjuk. Voltak asszonyok, hogy megpróbáltak, hogy bédobtak, nem tudom, zöldet, meg nem tudom, lilát. Persze, otthon kirakhassa, de mikor valahova vigyük kiállítás, akkor azt ott nem lehet kiállítani. Különleges kopjafát készítettek a Völgységi Székely Közösség tagjai. Az alkotást a vajdasági Hertelendi falvában működő Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületnek ajánlották fel. A mű Tomka Károly református lelkésznek állít emléket. Dolgoznak a szakemberek a kopjafa alapjául szolgáló gerenda vésésén a Bonyhádi Székelyház udvarán. A különleges alkotás egy felajánlás részeként a vajdasági Hertelendi falvára kerül majd, hogy emléket állítson Tomka Károly egykori református lelkésznek, akinek nagy szerepe volt abban, hogy bukovinai székelytelepesek érkeztek 1883-ban a délbánsági vidékre. Tavaly készült egy kopjafa, itt a Székely Parkban ez volt fölavatva, ami ugyancsak a tiszteletesnek az emlékére, és akkor hát ők úgy gondolták, hogy ez is jogosan, hogy hát akkor azért csak ők is úgy illik, hogy megtisztelve érezzék, illetve megtisztelnék a tiszteletest, úgyhogy
Így most kérték azt, hogy akkor ha tudnánk segíteni ebbe. A kopjafa a székelyek kultúrájában az emlékoszlopok szerepét tölti be, a rávésett motívumok pedig szinte minden esetben annak az embernek a tulajdonságait írják le, aki előtt tisztelegve készítik. A kódrendszert ismerők ezért szó szerint olvasni képesek a szimbólumokat. Van egy fejrésze, itt most a fej a részén lesz a hegy. A hegy az azt jelenti, hogy a vitézséget, bátorságot jelenti. Utána a fej után van egy nyakrész, az egy nyakas, akkor nyakas ember volt, akkor a nyakasságát. És akkor így lehet, hogy egy bátor, nyakas, székely ember volt, mert itt lesz egy székely kereszt. Egy-egy ilyen alkotás elkészítése rengeteg időbe telik, a mesterek akár heteken keresztül is képesek dolgozni a kopjafákon. Ez egy hetes munka körül, hogyha 8 órában csinálja az ember. Először is kiválasztjuk a fának a megfelelő fát, és ezt le kell csiszolni, le kell gyalulni, és amikor készen van az alapmunka, ahogy most is van, akkor kitaláljuk, hogy milyen motivumok legyenek rajta. Ezeket a motivumokat fölrajzoljuk, mikor a rajzolás kész van, utána kezdjük faragni. Az attól függ, hogy kinek készül, vagy mire készül. Például itt egy heggyel fog kezdődni majd, utána lesz egy nyak, egy székelykereszt, itt meg lesz egy vagyis egy bibliakönyv, egy serleg és egy csillag. A kopjafa tehát a vajdasági Hertelendi falván lesz felállítva, ott pedig a 140 éve letelepedett közösséget összefogó Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület gondozza majd. A tervezett hája megvan, igazából az egyesület udvarában van egy egyesületünk, ahol ott szokunk összegyűlni, mint a székelyek, ugye, és ott van egy tájházunk is, úgyhogy ott lesz az egyesület udvarába felállítva ez a kopjafa. A Hertelendi falvára fog kerülni, az Pancsovára, vagyis Beográdtól 18 kilométerre ott élnek a Hertelendi falvi bukolnői székelyek. És egy Tonka Károly telepítő lelkész, ő volt 1883-ban, aki kitelepítette az őseinket a Hertelendi falvára, és most 140 éve pontosan, hogy az őseink oda lettek telepítve, és erre az alkalomra szeretnénk ott felállítani ezt a kopjafát. A Bonyhádon faragott székely kopjafa avatójára a vajdasági Hertelendi falván a tervek szerint októberben kerül sor. A teveli székelykör tagjai legfontosabb feladatuknak tartják a hagyományok ápolása mellett a kultúra továbbadását a fiataloknak. Legutóbb a bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztiválon léptek fel, amiből most mutatunk egy kis ízelítőt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!